kedves nézőink, az Újpesti Közéleti Televízióban 2010-ben mutattuk be Tábori Ferenc mechanikai műszerészmestert, aki Templom utcai műhelyében mopedeket javít, és emellett hobbija a veterán motorok restaurálása. 2010-ben egy 1936-os Puchot újított föl, majd 2014-ben két 1935-ös BMW következett. Idén szeptemberben jelentkezett a mester, hogy elkészült a legújabb 1951-es Boxer BMW-ével. Mai műsorunkban Tábori Ferenccel egy hosszabb lélegzetű filmösszeállítást láthatnak. Halló, tessék! Tábori Motorszerviz, jó napot kívánok! Apró műhely a Templom utcában, ahol kis motorokat javítanak. Itt dolgozik Tábori Ferenc műszerészmester fiával, kollégájával. Nem sok olyan kis motor vagy robogó létezik, amit ne tudnának megjavítani, vagy olyan alkatrész, amit ne tudnának beszerezni. Akinek volt valaha Simpsonja, az tudja, mit jelent a tábori tuning. Nála készültek a 4 és 5 sebességes változatok, és lehetett tőle rendelni extrákat is. Fordulatszámmérőt, elektronikus gyújtást, csomagtartót. A mester kapcsolata a motorokkal az 50-es években kezdődött, amikor felült egy ismerőse 100-as csepeljére. Első saját gépe egy 100 cm Sax volt, majd jöttek a Pannóniák, Jávák. Felújította a motorokat, és kisebb-nagyobb haszonnal továbbadta őket. Egyik kedvence egy versenymotorból helyreállított Triumph volt, most pedig egy 1936-os Puch boldog tulajdonosa, melyet ékszerész precizitással restaurált. Bár Palotán lakik, munkája, ismeretségi köre Újpesthez köti. Mikor, hogyan került Újpestre? Hát nagyon ifjú koromban, azaz 1945-ben már a háborút, a frontot Újpesten a Lőrinc utca 16 szám alatti pincébe töltöttem, úgyhogy tulajdonképpen már innen indult az én újpesti mi voltom. Aztán utána folyamatosan, ahogy cseperedtem, a rokonokhoz jártam Újpestre nyaralni. Később, mikor már nagyobb fiúcska voltam, akkor eljártam nyári időben dolgozni a rokonokhoz, mert az én rokonaim, anyai nagybátyáim és egy nagynéném újpesti iparosok voltak. A Lőrinc utca 18 szám alatt volt a Stopp kerékpár és műszerüzem, aki az édesanyám, amelyik üzem az édesanyám testvéréje volt, és az akkori tanácsházával, most ugye önkormányzat vagy városháza neve, azzal szemben a nagynénémnek volt a műszerész műhelye, és én ide eljártam, mikor már olyan 12-13-14 éves voltam nyaralni, illetve egy kicsit hát próbáltam dolgozni, segíteni, amit tudtam, mert már akkor érdekelt természetesen a technika, és nyaralással egybekötve én itt próbáltam munkálkodni. Ezen kívül ugye a nyaraláson kívül elég gyakran jöttünk rokoni látogatásra, mert a család igencsak összetartó volt, és szóval nagyon sokat megfordultam Újpesten, én 8. után már eljöttem nyáron dolgozni, mert hát adtak egy kis pénzt érte, hogy én nem segítettem én olyan sokat, de hát érdekes volt. Ja, mert én ugye akkor vidéken laktam, tehát én ott születtem, Albertisán születtem, és akkor nekem ez egy esemény volt, hogy eljöttem Pestre, és segítettem, és mit tudom én, akkor bicikliztünk, mert hát akkor még motorozás egy 8-osnak nem volt szokás, meg hát motor se nagyon volt, szóval
Szóval engem sok minden köt Újpestre, sokat jártam nyaralni, meg osszalkodni Újpestre, unokatestvérekhez. Jöttem, és akkor én voltam a legnagyobb köztük, és én voltam a legrosszabb. Én vittem bele őket mindenre, én tudtam fára mászni, mint a nyúl, én a tetőket úgy másztam, mint a más a földön, úgy jártam a tetőkön. Tehát én voltam a nagy fiú, meg a rossz fiú, akit fétették ezeket a pesti gyerekeket. Úgyhogy engem meglehetősen sok élmény köt Újpestre. Mikor dőlt el, hogy gépekkel fog foglalkozni? Tulajdonképpen 13 és fél éves koromban, amikor is beadtam a papírokat, a általános iskola 8. osztályába beadtam a papírokat a Eötvös Loránd gépipari technikumba, ahova aztán felvettek, és innentől kezdve hát megpecsételődött a sorsom, hogy ugye gépész lettem, amikor végeztem, de hát nekem ez a hobbim is, vagy már nagyon fiatal koromban ez lett a hobbim, tehát nem kellett nagyon sokat terelgetni, hogy ebbe az irányba fusson az életem, mert aztán nagyon gyorsan 16 éves koromban belehabarodtam a motorkerékpárokba, és akkor innentől kezdve ez egy egyenes út volt. Úgyhogy így aztán maradtam is a motorkerékpárok mellett. Én 1960-ban végeztem a technikummal, és akkor egy vasúti járműjavítóba kerültem dolgozni, és ott eltöltöttem 14 évet, és akkor adódott ez a lehetőség, hogy én hát önálló legyek. Ez a Templom utcai műhely, ez családi volt, ugye? Igen. Tulajdonképpen a műhelyt a nagynéni kapta, miután visszakapták a iparossági lehetőséget. Abban az időben ugye államosították az eredeti stopkerékpár műszerüzemet. A nagynéni kapott egy kicsi műhelyt a Templom utca 4 szám alatt, ahol lakossági javító szolgáltató munkát csináltak, végeztek. És ott hát nem úgy mentek a dolgok, hogy kellett volna, a férje sokat betegeskedett, aztán a segéd is megbetegedett, és akkor, mikor látta a nénike, hogy hát nem megy ez a dolog, akkor szólt nekem, hogy próbáljam meg, hogy ő oda venne engem, és ha ez tetszik nekem, és látok benne fantáziát, és akkor egy jó ideig, mondjuk egy évig esténként, hétvégeken jártam oda dolgozni, próbálgatni, hogy tetszik nekem is. Mi ugye nagyon jól ismertük egymást, tehát magunkat nem kellett összeszoktatnunk, de azért a műhelyjel csak össze kellett szokni, annak ellenére is, hogy ugye én egy gyakorlati ember voltam, tehát a technikus állás mellett azért én mindig furtam, faragtam. Na most ugye itt belekóstoltam, tetszett, és akkor 1974-ben beadtam a felmondásom, és akkor kerültem ebbe a műhelybe. Ott sajnos hát rosszul alakultak a dolgok, mert a nénike rövid idő után elég gyorsan meghalt. Így aztán a műhely rám maradt, és hát akkor gyorsan mestervizsgát kellett tenni, mert akkoriban még nem lehetett még ilyen egyszerű ipart sem, mert ugye én műszerész iparosként kezdtem, és még ezt az ipart sem lehetett mestervizsga nélkül csinálni, nem úgy, mint ma, hogy komoly iparokat csinálnak mindenféle szakértelem nélkül. Úgyhogy akkor én lemestervizsgáztam, és hát akkor innentől kezdve egyenesen a mai napig tartott az út. Meg lehetett élni akkor ebből a kis műhelyből? A javító tevékenységet ezt pártolták, csak azért arra vigyáztak, hogy sokat ne tudjon keresni egy maszek. Tehát arra kényesek voltak, akiről az a hír járta, hogy jól megy az üzlete, és vélhetően sokat keres, azt azért kikezdték, tehát azt gyakran ellenőrizték, turkáltak a raktár készletében, mindenbe, tehát akinek
jól ment akkoriban, azokat sokat ellenőrizték. Na most ez az én műhelyem, ez egy kicsi műhely volt, itt csodákat nem lehetett tenni, tehát jó ideig egyedül dolgoztam, utána ahogy ugye megismert a környék, és ugye a műhely úgy indult, hogy kerékpárjavító műhely volt. És akkor én elkezdtem a motorkerékpárokat is javítani, mert ugye az volt az én területem, az volt az én igazi területem, nem a kerékpár. De ugye azért a újpesti lakosság hordta oda a kerékpárokat, nekem valamiben meg kellett élni, nem lehetett válogatni. Így aztán javítottam a kerékpárt is, de kezdtem bevezetni a motorkerékpárt, hogy ismerjenek meg, hogy itt van egy motorjavító műhely is. Így aztán a motorkerékpárjavítás felfutott, és amikor úgy éreztem, hogy a motorkerékpárból már meg tudok élni, akkor abba hagytam a kerékpárt, mert nem azért, mert az egy rangodon ülő dolog, mert nagyon szép dolog egy kerékpárt jól megcsinálni, hanem azért, mert nagyon helyigényes. A motor is helyigényes, a kerékpár is nagy darabok, ugye egy órásnak 200 óra elfér a fiókjába. Motorkerékpárból, meg kerékpárból nem sokat lehet elpakolni, és a műhely meg kicsi volt. Tehát választani kellett, hogy együtt a kettő nem mehetett, így aztán, mivel hogy én vérbeli motoros voltam, maradtam a motorkerékpárnál. Van egy kis motor, amelyik az ön életében, a műhely életében komoly szerepet játszott, ez pedig a Simpson, amelyeket nem csak javították, hanem gyártottak hozzá különböző kiegészítőket, és az egész ország területéről meg lehetett rendelni egy csomagküldőszolgálattal. Igen, igen, ez így volt. Jókor kezdtem én a Simpsonokkal foglalkozni, mert akkor hát virágzott a Simpson korszak. A Simpson volt a Magyarországon kapható legkomolyabb motorkerékpár, és ezt én meglehetősen jól kitanultam, meglehetősen jól felkészültem belőle, és sok érdekes dolgot csináltunk, olyan kiegészítőket, ami csak nálunk volt kapható, csak mi csináltuk. Mik voltak ezek? Hát például oldaltámasz, ami akkori motorokon még nem volt szokásos, oldaltámasz, oldalcsomagtartó, hátsó csomagtartó, aztán fordulatmérő, aztán négysebességes váltó, ugye mert az első Simpsonok háromsebességesnek jöttek ki, mi átalakítottuk, csináltunk hozzá alkatrészeket, hogy négysebességes legyen, később ötsebességes váltót is csináltunk, aztán elektromos fordulatmérőt csináltunk, elektromos gyújtást csináltunk, elektronikus gyújtást csináltunk hozzá, tehát iparkodtunk a piacot megfogni különlegességekkel. Ezek a gyakorlatilag egy egyszerű kis motort szépen föl lehetett építeni, és nagyon komolyá tenni az önök segítségével. Pontosan, pontosan így volt. Tényleg akkoriban ugye, mivel a Simpson volt a csúcs, ezért a jobbmódú embereknek is a gyerekei Simpsonoztak. Tehát sok neves embernek a gyereke, illetve hozta apuka a gyereket, meg a Simpsonját, hogy ezt csináljunk rajta, azt csináljunk rajta, tehát tegyük szebbé, tegyük gyorsabbá, mert ugye tuningokat csináltunk 60-70 köbcentiméteres átalakítást, és ezzel gyorsabb is lett a motor, tehát sok érdekes dolgot csináltunk, amitől aztán jó hírneve lett az üzletnek. Milyen motorokat szeret jobban javítani, ezeket a régebbi típusokat, vagy a moderneket? Hát ha pénzes oldalát nézzük a dolognak, akkor mindenképpen a mostaniakat, mert ugye a régivel nagyon sok időtöltés megy, nincs hozzá alkatrész, futkosni kell, várni kell alkatrészre, nehéz beszerezni, tehát az nem hasznos dolog a régieket javítani. A mai motorokból abból élünk természetesen, mert azoknak a háttere jó ki van épülve, tehát nagy kereskedelmi cégeknél lehet hozzá alkatrészt kapni, nem mindenhez, de meglehetősen sok típushoz lehet kapni, és hát azt a típust vállaljuk, amihez van is alkatrész. Tehát mindent nem lehet javítani, mert
ami az nincs alkatrész, az nagyon nehezen javítható az a motor. Amikor előkészítettük ezt a beszélgetést, akkor azért már pár szót váltottunk, és mondta, hogy a mai fiatalok nem nagyon bütykölgetik a motort, ez még az ön fiatal korában más volt. Elmondaná például, hogy mi az a Schaller? Igen. Hát a Schaller az egy vulkanizáló berendezés, ami az én ifjú koromban minden valamire való motorosnak a szerszám táskájába, vagy éppen a vázra volt felcsavarozva a Schaller szorító, és a Schaller ford meg a szerszámos táskába volt. Szóval ez úgy működött, hogy ezt a Schaller fordot, ami egy ilyen fém féldoboznak a hátuljára volt ráragasztva, azt ráfektette az ember a lukas belső guminak a felületére, a Schallernak a edénykéjébe volt foszforos por bele ragasztva, azt meg kellett gyújtani, és miután ezt meggyújtottuk, akkor az leégett, és rá olvasztotta, rá vulkanizálta a foltot a belső gumira. Tehát természetesen ki kellett a belső gumit előtte szerelni a kerékből, miután megragasztottuk a Schallerra, vissza kellett szerelni, de ez egy olyan szerkezet volt, amit hát az árok partján, amikor motoroztunk és defektet kaptunk, akkor az árok partján valamire való motoros meg tudta csinálni. Ma már nem csinálnak az emberek ilyesmit. Jó Schaller nem is kapható, de kapható nagyon jó vulkanizáló, kémiai vulkanizáló szerfoltokkal. Használja az átlag mai fiatal egy kicsit, hát eltávolodik a gyakorlati élettől. A műhelyben dolgozik az ön fia, és mennyire vett át ezt a motorok iránti szeretetet öntől? A motorokat ő is szereti, de ő kevésbé konstruktív és kevésbé szeret szerelni, mint én. Tehát én nagyon szeretek szerelni, és hát főleg a régebb mindig nyakig olajos voltam, mert mindenről akartam tudni, mindent ki akartam próbálni. A fiam kevésbé gyakorlatias, ezért aztán ő kapta meg azt a feladatot, hogy ő az anyagbeszerző, ő az árképzéssel foglalkozik, a rendelésekkel foglalkozik, tehát inkább ezt a részét csinálja ő, és én meg szinte mindig ott vagyok a műhelyben, mert hát én ott szeretek lenni. Én minden kalapácsütést, minden hangot szeretek végighallgatni, és elemezni, és gyorsan beavatkozni, ha valami úgy történik, ami számomra nem megfelelő. Palotán lakik, de hát a szíve azért mégiscsak Újpesthez köti, hiszen ott dolgozik már nagyon régóta. Gondolom, nagyon sokan bejártak önhöz a műhelybe megjavítatni a gépeiket. Voltak közöttük versenyzők is, híres emberek. Mesélne róluk? Igen, hát nagyon sok régi ember, motorversenyzővel vagyok én kapcsolatban, ma is többen bejárnak látogatóba. Hát a leggyakoribb látogatóm Szabó Andor bácsi volt, mert ő, mint említettem már, ott parkoltatta a motorját, mikor jött a piacra, hogy az étkezdébe jött ebédér, akkor oda lerakta a motorját, és mi vigyáztunk rá, aztán mikor visszajött, akkor mindig beszélgettünk egy kicsit, de hát ő sajnos már nincs közöttünk. Hát ő újpesti ember, és ő volt a leggyakoribb vendég, de ma is még gyakori vendég Kurusz György, szintén Újpest, úgy tudom, hogy díszpolgára, sokszoros magyar bajnok, aztán Csepregi úr is volt a közelmúltban, Szabó Kettő László, csak akiket még a maiak ismernek, és élő emberek, de már ugye idős emberek. Tehát igen, bejárnak, és beszélünk a régi dolgokról. Nem csak kétkerekű gépekkel foglalkozott, volt egy rövid kapcsolat a négykerekű gépekkel is. Mi is volt ez? Csináltam egy gokartot is, ami a maga nemében annak idén egy különlegesség volt. Ez azt mondja, hogy 7 éves volt a fiam, 65-ben született, tehát ez volt akkor 82-ben. 72-ben, igen, 72-ben volt.
Ez egy kétszemélyes gokart volt, nem jellemző, hogy a gokartok általában egyszemélyesek. Kétszemélyes volt azért, mert ugye a lány, a fiam volt akkor 7 éves, amikor kezdtem építeni, a kislányom meg 2 éves. Tehát ugye mire elkészült, meg egy pár évet még rátartottunk, addigra már lehetett abba gondolkodni, hogy a kislány is mellé üljön, tehát ne csak a fiú gokartozzon, hanem a kislány is. Na most hát természetesen később a kislány is, mikor már elérte a pedálokat, ő is megtanult vezetni ezt a gokartot, ami nem akármilyen kart volt, mert ebbe egy 125-ös önindítós motort tettem, tehát gomnyomásra indult, indexek voltak rajta, fék volt természetesen rajta, biztonsági öv volt, akkor még autóban se volt biztonsági öv, ebben a gokartban már volt biztonsági öv, és hát meglehetősen vad motor volt, a 125 köbcenti, az talán túlméretezett volt a gyerekekhez képest is, meg a gokarthoz képest is, mert nagyon ment, tehát nagyon jól gyorsult, a végsebességét úgy választottam meg, hogy ne legyen túlságosan nagy, de az olyan 60 körül ment, 60 km per óra lehetett a végsebessége, de nagyon gyorsult, 4 sebességes váltója volt, sorváltós, tehát mint a motorkerékpáron sorba lehetett váltani a sebességeket, és nagyon-nagyon ügyesen vezették a gyerekek, mindkét gyerek nagyon ügyesen vezette. Hol lehetett ezzel közlekedni? Hát akkor egy Trabant kombi autóm volt, és abba csináltam egy ilyen befutó szerkezetet, amin be lehetett tolni a Trabant kombiba, és akkor elvittük ilyen lakatlan helyekre, és ott motoroztak vele a gyerekek, illetve gokartoztak a gyerekek, úgyhogy ez akkor nagyon nagy élmény volt, mert akkor nem lehetett ehhez hasonlót se kapni a kereskedelemben, mint ma, hogy ugye kvadokat lehet kapni, ami ennek a unokatestvére, tehát az is ugye 4 kerekű, ma már kis kvadot, nagy kvadot, mindenfélét lehet kapni, akkor ilyen nem létezett. Tehát nyugaton sem létezett, és hát nagyon, nagyon nagy sikere volt. Újságban is megjelent róla, cikk, automotorba, pajtás újságba, tehát ahol megjelentünk, és volt publikumot, ráharaptak a illetékesek. Nem gondolkodott a sorozatgyártásában? Nem, mert ez nem egy engedélyezett dolog, tehát eleve gyerekeknek sokkal nagyobb elővigyázatossággal lehet egy gyerek számára valamit gyártani, mint hogy azt úgy elengedjük. Tehát ez biztos, hogy ilyen típus bizonyítványt nem kapott volna. Ezt ugye zárt pályán lehetett volna használni, szóval, és akkor ez nem volt divat, tehát akkor még a minimotorozás se volt, tehát nem motoroztak a gyerekek, tehát egy 6-7 éves gyerek az nem motorozott, nem úgy, mint ma, hogy felültetik komoly versenymotorra a 6-7 éves gyereket, és ugratnak, és döntenek, és mint a felnőttek úgy motoroznak, úgy gokartoznak, ez akkor nem volt divat. Úgyhogy az én gyerekeim igen korán belekóstoltak ebbe. Aztán később csináltam, illetve ezt megelőzően csináltam nagyon komoly versenykerékpárt a gyerekeknek, aztán később a motorkerékpárt, úgyhogy a fiamnak 5 sebességes Simpsonja akkor már volt, amikor a gyárban szó se volt 5 sebességes Simpsonról, már ő neki akkor volt 5 sebességes Simpsonja fordulatmérővel, ami szintén nem létezett a gyárban. Úgyhogy csináltam ilyen különleges dolgokat, hogy hát kedvébe jártam a gyerekeknek. Az ön tulajdonában van most egy csodálatosan felújított 1936-os Puch motorkerékpár. Ki volt ez? Hogyan került önhöz? Ezt is Szabó Andor bácsitól tudom, hogy eredetileg Melczer Ede újpesti iparosé volt ez a motor. Utána innen vásárolta meg Wiesel Józsefnek, újpesti műbútorasztalosnak az édesapja, aki szintén műbútorasztalos volt, és ő már jó régen meghalt, és akkor a Wiesel Józseftől vettem én át ezt a motorkerékpárt darabokba természetesen, mikor is Wiesel József elhatározta, hogy ő kitelepül Skóciába. Bejött hozzám az üzletbe, és mondta, hogy ő úgy érzi, hogy tehát ő ajánlotta fel nekem ezt a motorkerékpárt, ismertük egymást előtte már, hogy nálam biztos
jó kezekbe lesz, és én üzembe tudom majd ezt a motort helyezni, és akkor, hogyha ő hazajön, akkor ő néha megnézi, és eszébe jut a ifjúkora. Hát ő nem is számított arra, hogy ilyen szép állapotban, teljesen gyári új állapotban fogja ezt a motort még viszont látni, úgyhogy nagy megelégedésére és meghatottsága közepette mutattam be a motorkerékpárt, amikor elkészültünk, meghívtam őt ide, és nagyon el volt ragadtatva, és elérzékenyült, amikor meglátta apuka és az ő motorját. Édesapám 1954-ben vásárolta ezt a motort itt a Tavasz utcába, Merzel Ede nevezetű motorkerékpár javítótól. Ott hátul az ő, ahol a Merzel Ede lakott, volt két garázs összenyitva, és ilyen régi motorok voltak, és ott hát egyrészt kiválasztotta, másrészt rábeszélték ezt a típust, ezt a 250-es S4-es Puk motort, ami végül utána rájöttünk, hogy egy technikailag egy tényleg az, a korának megfelelően egy csoda volt, mert iker dugattyúval a kuplungja a hátsó kerékbe, külön volt a olaj pumpája, tehát külön volt az olajozása, tehát 54-be került hozzánk, akkor édesapám kezdett el vele motorozni. Még az hozzá tartozik, hogy ő nézegetett, mindenáron motort szeretett volna venni, és a István úton volt a gyógyszertár mellett egy vízvezeték szerelő, akinek volt egy AGS motorja és egy Norton. Na most az mind fokozatokkal nagyobb és erősebb motor volt, és arról nagy nehezen tudtuk lebeszélni, hogy ne azt válassza, hanem inkább ezt a szerényebb hát teljesítményű motort, és akkor így került hozzánk. Édesapám ezt évekig használt, emlékszem 56-ban az események alatt fölkerekedtünk Tokodra, tehát Dorog irányába, ez Tokod Dorog mellett van, és ő oda sok hálószobát szállított, tehát ilyen üzleti ügyből kifolyólag, és óriási élmény volt akkor nekem, az volt akkor a régi Bécsi út, tehát ott lehetett kimenni Bécsbe, és velünk szembe jöttek a nagy teherautók, amikre a Vörös Kereszt volt fölfestve, és hozták az adományokat Budapestre. Amikor az édesapja megvásárolt ezt a motort, ez vadonatúj volt? Nem, ez használt motor volt már akkor, de ez a Merzel Ede ott ezekbe a garázsba több motorból, hát idézőjelbe működőképessé varázsolta, de hát az eredeti alkatrészekből, mert ugyanilyen típusból volt ott több, és akkor ezeket az alkatrészeket összerakta, és akkor így működött ez a motor éveken keresztül, és gyakorlatilag hibátlanul, de én nekem, mikor apám már sikerült őt lebeszélni, hogy nem motorozzon, mert nagyon féltettük a egészségét, hogy nehogy valami karambol csináljon, és akkor én elég korán, 17 évesen megszereztem a motorkerékpárra a jogosítványt. Korábban vett nekem egy 100-as Mátrát, tehát én azon kezdtem a motoros pályafutásomat, és hát ezen azért voltak olyan szerelési problémák, mikor Balatonra, a régi balatoni úton mentem le, hogy a lánc leesett, a gyertyát ki kellett pucolni, úgyhogy tövéről hegyére megismertem az egész motort gyakorlatilag. Nagy dolog volt akkor tehát egy ilyen motorral rendelkezni egy ilyen fiatalembernek? Hú, hát nem csak egy fiatalembernek, hát a maga, ahogy apám erre rászánta magát, ugye hát ő kisiparos lévén, hát, hogy megengedte magának, hogy vett egy motort, már ez is egy kirívó eset volt abban az időben, az 50-es évek közepén, de hát gyakorlatilag nem volt jármű
az utcán, és itt, ahol állunk, tőlünk két házzal odébb volt a Tavasz utca 9-be a műhelyünk, mellettünk volt a Berényi doktornak a háza, ahol a Berényi doktor lakott, annak volt egy öreg DKV autója, tehát gyakorlatilag itt a környezetben ez a két jármű létezett. Meddig használta a motort? Hát erre most pontosan nem tudok visszaemlékezni, hogy mikor lett idézőjelbe félretéve. Addig, amíg az autó be nem lépett az életembe, és akkor már a motor mondjuk félre lett téve, hanyagolva lett, mert akkor az nagyobb szám volt, hogy így mondjam. Hogy került Tábori Ferenchez a motor? Érdekes, hogy én ezt a motort, hát eléggé lepusztult, meg félre lett téve, idézőjelben ilyen ládába lett összegyűjtve az alkatrészei, és én eltökéltem már akkor, hogy egyszer majd, ha én nyugdíjas leszek, vagy nagyon rá fogok érni, akkor ezt felújítom, és hát ki fogok menni Grazba vele a Steyer műveknek a kapujába, és ott jelentkezem, hogy itt van ez a régi motor. Na most ezt az álmomat egyszer elmeséltem, ott jövés menés a Templom utcába, a tábori úrnak, aki hát végig hallgatott, nem mondott semmit, és egy év múlva csörög a telefon, hogy Wieser úr, megvan még a motor? És akkor kijött Gödre, megnézte, mindjárt meg is egyeztünk, egy jelképes összegért átadtam neki, és rá egy évre a legnagyobb meglepetésért, hogy meghívott, hogy nézzem meg a motort, amikor teljesen el voltam ájulva, hogy micsoda állapotba hozta. Gyakorlatilag, hát én így szoktam ezt jellemezni, hogy 110%-osan felújította és megcsinálta. Tehát gyakorlatilag ez a motor most úgy néz ki, mint annak idején a szalomból, amikor kihozták. És hát én ennek nagyon örülök és nagyon boldog vagyok, hogy Újpesten létezik egy ilyen iparos többek között, aki ilyen produkcióra képes, és örülök, hogyha ezt a Újpest lakosságának be tudjuk mutatni. Mennyire eredeti ez a motor? Ez a motor én megítélésem szerint körülbelül 95%-ában eredeti. Azok az alkatrészek lettek pótolva rajta, amik az évek folyamán akárhogy is óvják, ha csak nem szobában tartják, akkor tönkre mennek. Ilyenek, mint a ülésnek a bőrözése, aztán gumi alkatrészek, de egyébként a sok éves hánykódás alatt eleve sok alkatrész tönkre megy, tehát használhatatlan. Most ezeket kell pótolni, de ezeket is úgy pótoltuk, hogy Ausztriából, tehát felvettem a kapcsolatot az osztrák Puch képviselettel, és onnan szereztük be ezeket az alkatrészeket, például gumi alkatrészek, hogy azok is eredetiek legyenek. A bőrözés az itt készült, Budapesten, aztán például a kipufogó az Ausztriából jött, ez az olajtartály, ez Ausztriából jött, tehát ami hiányzott és pótolni kellett, ez a lámpakeret üveggel Ausztriából jött, de ez mind eredeti Puch, tehát nem BMW-nek a darabja, hanem Puchnak az alkatrésze. Milyen állapotban került önhöz ez a motor? Nagyon, nagyon ramaty állapotban, ugye, hát nagy része nagyon rozsdás, nagyon rossz állapotban volt, viszont nem volt túlságosan hiányos. Ez egy nagyon jó dolog volt, hogy megvoltak a minta alkatrészek, és ugye azok alapján lehetett legyártani az újakat. De hát persze én ugye készültem katalógusokkal, meg leveleztünk a Puch képviselettel, és küldtek mindenféle segédanyagot hozzá. Ezek szerint Ausztriában még megvannak az eredeti alkatrészek? Meg lehet szerezni? Igen, sok alkatrész beszerezhető Ausztriából, nem minden. Például ilyen olajtartályt nagyon sokáig vártam, és ez is egy bontott olajtartály, mert új nincsen.
de sok alkatrész beszerezhető, például ilyen húzókarok beszerezhetők, ez a gázszektor beszerezhető, mint mondtam, ugye a lámpakeret az üveggel, tehát sok mindent még gyártanak, úgyhogy onnan be lehetett szerezni. A motor alkatrészeit az több darabból, motorblokkot több darabból újítottam fel, tehát összevásároltam bőrzéken, innen-onnan hirdetésekből alkatrészeket, és akkor azt úgy hoztuk össze, hogy a legjobb, azokból a kiválogatva a legjobb alkatrészeket, legjobb darabokat azokból építettük össze. De tökéletesen működik is, váltója, kuplungja. Még egy nagyon érdekes dolog ehhez kapcsolódva, hogy ennek a motornak az az érdekessége, hogyha betesszük sebességbe, akkor a lánc elindul, a lánc forog, a motor egy helybe áll, a kerék egy helybe áll. Ilyen nincs is semmilyen más motorkerékpárnál, ez nincs. Amikor engedjük ki a kuplungot, akkor itt van a kuplung a hátsó kerékagyba, itt a működtetése, ez a szerkezet, és akkor indul el, akkor kezd összekuplungolni. Nagyon érdekes. Mi volt a legnagyobb kihívás a felújítás során, ami a legnehezebb volt? Megszerezni valami alkatrészt, vagy legyártani? Hát azt hiszem, hogy talán egyforma ez a két dolog, mert szóval nagy odafigyelés, és precizitás, és ha elrontottuk, akkor újra csinálni, tehát nem lehetett megalkudni, hogy ez még elmegy, hiszen ez kritikus szemek fogják nézni, megnézték eddig is, tehát arra törekedtünk, hogy ne tudjon vele kötni senki. Úgyhogy mind a két feladat komoly feladat volt. Ki segített önnek a felújításban? Hát a felújításban ugye természetesen a kollégám, aki Újpesten ott velünk dolgozik a műhelyben, aztán ugye a fényezést egy Frecska Ákos nevű fiatalember végezte, ő egy nagyon ügyes és nagyon szeretem őt, egy nagyon rendes melós ember, aztán krómozásokat ugye két műhelyben is végezték, úgyhogy, de ők ugye külsős emberek, tehát ők pénzért, vagy tehát ők mint vállalkozók úgy csinálták ezeket a munkákat. A egyéb más dolgokat, a kerékfűzéstől a motorgenerálig, a kuplunk fékek javítását, mindent mi magunk csináltunk. Nagyon szeretheti ezt a motort, hogyha ennyi munkát töltött vele. Miért lehet szeretni ezt a motort? Igen, hát biztos, hogy nagyon szeretjük. Még a mai motorokat is szeretjük, ami egyébként hát tucat számba van, tehát nap mint nap találkozunk velük, de ezt azért szereti az ember, mert egyrészt a nagyon kicsi gyerekkoromban még ezekkel a motorokkal motoroztak, tehát ugye én még erre emlékszem, ez az egyik dolog, a másik dolog meg ez egy nagyon nagy kihívás. Tehát, mint ahogy az előbb mondtam, ezek a motorok vannak embereknél, ugyan négysebességesről, működőképes négysebességesről nem tud senki, hogy Magyarországon lenne valakinek működőképes négysebességes puhja. Egyébként az az érdekes, hogy ezek abban a korban még szinte minden motor háromsebességes volt, és a puhék csináltak egy négysebességes motort, ami a maga korában elég kuriózom volt, ezért ezzel a motorral például nagyon szerettek versenyezni is, mert gyorsabb volt a többitől, meg a teljesítménye is jobb volt a többi motorénál. Aztán ugye azért is szeretem, mert ilyenkor, mikor az ember a legkisebb alkatrésztől kezdve építi össze ezt a motort, akkor nagyon közel áll hozzá, hiszen minden alkatrésze megfordult a kezébe, minden alkatrészen spekulálni kellett, oda tenni, oda próbálni, tehát nagyon, nagyon hozzánő az emberhez. Mint egy gyerek, ahogy neveli az ember a gyereket, ugye pici korától, ez ugyanúgy működik. Mikor is készült gyárilag ez a motor? Mikor gyártották ezt a szériát? Igen, 1936-ban gyártották a motorszám és vázszám alapján. 1936-ban egyébként egyezik a vázszám a motorszámmal, tehát még a blokkja is nem csereblokk, nem összeépített, összevásárolt, hanem
ugyanaz a blokk van benne, amiben ez a motor kijött a gyárból. De ez annak idején nagyon népszerű volt Magyarországon, mert azért is szerették, mert elnyűhetetlen volt, gyors volt, kényelmes volt. Sok volt belőle? Igen, elég sokat gyártottak. Ugye a Motor Revű újság megírja pontosan, hogy mennyit gyártottak, mennyit adtak el Magyarországon, de igen, sok volt belőle. Mi a célja egy ilyen veterán kedvelőnek, amikor nekiáll egy motornak? Mit szeretne elérni vele? Hát, hogy ilyen legyen. Ilyen, és utána? Ilyen legyen, működjön, de ha a hátsó gondolat az, hogy esetleg értékesíteni, akkor ilyenről szó nincs. Tehát ez a motor, ez, amíg én élek, és nem ételre kell a pénz, addig ez a motor nekem megmarad, mert tehát ez annyira hozzám nő, de egyébként általában hozzám is szoktak nőni. Tehát minden tárgy nagyon hozzám nő, amivel negyedennyit dolgozom, az is ragaszkodik hozzám, a tárgyé meg a tárgyhoz. Mennyi ideig készült? 2 évig, de nem egyfolytában, hanem a munka dandárját azt télen csináltuk, tehát télen ugye nincs a műhelybe annyi munka, hogy lekötni a kapacitásunkat, és ezért ez ilyen téli kiegészítő munka, annak szántuk, és akkor nagyon dolgoztunk 2 télen vele, és a közbenső időben pedig kevésbé foglalkoztunk vele, de akkor is készültek dolgok, de amikor aztán rajta voltunk, tehát napokig, hetekig fönnállt az állványon a műhelyben, akkor gyorsított tempóba ment. Akkor ezek szerint nincs az a pénz, amiért megválna tőle? Ezt ugye nem lehet kijelenteni, de nem valószínű, tehát ragaszkodom. Meg hát nem szoktak érte áram felül ajánlani általában. Azért néha fölül beindítja? Igen, hogy ne. Persze, csak a gond az, hogy nincs rendszáma, nem is valószínű, hogy le fogom vizsgáztatni, mert elég tortúrás egy ilyen motort levizsgáztatni, utána meg mindenféle költségek vannak rá, újra vizsgára vinni, stb. Tehát én zugba szoktam motorozni vele egy kicsit. A fia is önnel együtt dolgozik a műhelyben, neki megengedő, igen, hogy ráüljön? Még nem kérte, hogy ráüljön. Egyébként nem egyszerű kezelni és vezetni. Tehát ez a kéziváltó véget, meg egyáltalán beindítani, külön olajtartály, külön olajcsap, külön benzincsap, ez a kéziváltó, ezzel váltani, elvenni a gázt, váltani, nem olyan egyszerű, mint a mai motorok. Ne is beszéljünk a robogóról, ahol csak a gázt kell húzni. Tehát ez egy kicsit összetettebb dolog ezt vezetni, de azért nem csoda. Akkor mutassuk be a mai motorkedvelőknek, motorosoknak, hogy milyen is ez a gép tulajdonképpen, milyen különlegességei vannak. Mondjuk nézzük a villát, ez nem egy cső villa, nem egy teleszkópos, hanem egy lemez. Igen. Ez hogy működött? Igen, hát ebben a korban kétféle villatípussal futottak a motorok, az egyik a csővilla volt, ez a másik típus, ez a lemezvilla, és hát ugye itt vannak a rugók, ezen rugózott, akár meg is lehet nyomkodni, így rugózik az eleje, úgyhogy ez akkoriban egy szokványos megoldás volt. Elől dobfék, ugye a mai motorokkal szemben már, amikor tárcsafékesek, ez egy jóval gyengébben ható, tehát rosszabb hatásfokkal dolgozó fék, de hát ebbe a korba sokan még az első féket nem is használták, mert attól féltek, hogy elesnek vele. Tehát még az én ifjú koromban is arra figyelmeztetek, hogy első féket ne mer, mert akkor azzal fejre lehet állni. Ma meg elképzelhetetlen első fék nélkül motorozni. A mai motoroknál arra fektetik a súlyt, hogy az első fék menni jobb legyen, mert azzal lehet nagyot fékezni. Úgyhogy korának megfelelő minőségű ez az első futómű, hogy úgy mondjam. A lámpáját a Puch cég a Siemens-től vásárolta annak idején, illetve több lámpafejformával jöttek ki ezek a motorok, a 3 sebességesen más lámpafej volt, ezen konkrétan ez az eredeti lámpafej, eredeti kilométeróra, és úgy, mint mondtam, ez amit Ausztriából vásároltam. Még egy nagyon különleges dolog van, ami ebbe a korban divatos volt, hogy a fényváltó kapcsoló, amit Bilux kapcsolónak is hívnak, az Bovdennal működik innen a kormányról. Itt van bent egy forgó kapcsoló, ami hiányzott egyébként a motorból, úgyhogy ezt egyediben mit csináltuk egy minta alapján. Ezzel a karral és Bovdenen keresztül
húzogatja egy szerkezet, és úgy, ahogy fordul, úgy váltja a fényt, távfény, vagy éppen tompított fényre. Úgyhogy hát ennyit az elejéről, a szokványos mechanikus kormánycsillapító, akkoriban ez divat volt, hogy vagy ilyen tekerőkarral, vagy ilyen szárnyas anyával rögzíteni, vagy éppen lazítani a kormánynak a mozgását. A sebességmérője az mennyit mutat egyébként? Hát ez 120-ig van méretezve, és az akkori irodalom azt írta, hogy ez a motor, ez 115-öt tud menni. Hát én még nem próbáltam ilyen sebességgel haladni vele, de az ő korában ez egy nagyon gyors motornak számított. A sebességmérő műszer az eredeti? Igen, eredeti a műszer, csak a számlapja az készült új számlap, mert ugye azt az évek folyamán az idő az tönkretette, és a keret, bocsánat, a króm keret az, ami után gyártotta. A műszer belseje az eredeti. Úgy tudom, hogy abban egy ékszerész is segített a felújításában, egy ötvös. Nem a műszerben, hanem a kilométer meghajtóban, ami itt van, a első kerékagyban van beszerelve. Igen, mert ugye ez egy finom szerkezet, és az bronzból van a csiga, és lekopott a foga, lekoptak a fogai a csigának, és hát azt ugye ki kellett forrasztani, hegeszteni, és az hát ilyen ipari ezüsttel történt, és utána aztán szépen kimartuk a fogakat, hogy kapcsolódjon is, de tökéletes lett. Különleges a tankja is, dupla tank. Miért oldották ezt olyan így meg? Hát bizonyára kényszerből, vagy így tudták megoldani, mert ugye abban a korban volt szokás, hogy a tankot egyrészt azt megelőzően a váz alá helyezik, aztán körülveszi a tankot a váz, és a váz között van a tank, ők így oldották meg, ez van átmenet a mai váz és tank megoldás, meg a régi között, hogy dupla tankot alkalmaztak. De mind a két tartályban benzin van, nem olaj. Az olajnak külön, olaj részére külön tartály van. A sebességváltója is érdekes, hiszen kézi kapcsolású. Igen, kézi kapcsolású, négy sebességes váltó van, és mellette az előgyújtás szabályzó, tehát amikor már forog a motor mondjuk ilyen 1500-2000 fordulaton, akkor rá kell tolni az előgyújtást, mert akkor van teljesítménye, hogyha előgyújtás is van rajta. Milyen a motor maga? A motor maga 250 köbcentiméteres, két dugattyús, tehát ikerdugattyús, így hívták annak idején, nem úgy, mint a mai motorok, hogy a mai motorok úgy két dugattyúsak általában, hogy így mennek a dugattyúk, ennek így megy a dugattyúja, egy Y alakú hajtókaron van felszerelve a két dugattyú, és így alternáló mozgást végez. Ez a Puknak a szabadalma specialitása volt annak idején, amit átvettek a Csepel művek konstruktőrei is. Itt kevésbé volt sikeres, mint a Puknál, de a Pukék is abba hagyták ezt, mert szóval ez nem volt túl előre látó ez a konstrukció. Külön olajtartálya van a motornak, ennek igen. Miért van jelentősége? Igen, abban a korban, ez egy kétütemű motor, azt elfelejtettem mondani az előbb, egy kétütemű motor, aminek általában a benzintankba szokták az olaját keverni. A Pukék már akkor a korát kicsit megelőzve külön olajpumpát használtak, tehát külön olajtartály, külön olajpumpa, és az olajpumpa annak megfelelően adagolja az olajat, hogy mennyi gázt adunk. Tehát fordulat, illetve a gáz szektor állástól függően adagolja. Ha nagy gázzal megyünk, akkor több olajat adagol, ha elveszük a gázt, akkor kevesebb olajat adagol a motornak. Jó nagyok az ülések is, jó nagy rugókon nyugszanak. Igen. Ez azért volt, mert a rugózása magának a motornak nem annyira így puha. Van. Abban a korban még hátsó rugózást nem ismerték. Tehát ebben a korban, ugye a 30-as években minden motor fix volt hátul, nem rugózott. És ezt próbálták a hosszú ülés rugóutakkal, kényelmes ülésekkel hát korrigálni. Kipufogó is egy nagyon szép darab. Igen, az a dob az a Puchéktól származik, Ausztriából. Az első részét, a kipufogó csövet, azt itt hajtották Magyarországon.
Tudott valaki segíteni önnek abban, hogy elképzeljék, hogy milyen lehetett eredeti állapotában az akkor még romos motor? Igen, természetesen mindent elkövettünk, hogy begyűjtsünk minden adatot, és az irodalomnak a begyűjtésén kívül nagy segítségemre volt Szabó Andor bácsi, aki Újpest szülöttje és lakosa volt, a közelmúltban halt meg, szegény, és ő a Puch műveknél volt tanuló, tehát ő ezeket a motorokat ismerte, és sok mindennek az elrendezésében tudott segíteni, működésében, tehát ő elég sok olyan adatot tudott beszerezni, például ki volt a nagykereskedelmi forgalmazó, meg milyen típus hibái voltak, mit alakítottak át a motoron, hogy jobb legyen, tehát ő sok mindenben segített, és ő nagyon gyakran bejárt, szinte naponta bejárt az üzletbe, mindig ott hagyta a motorját az üzlet előtt, elment a piacra vásárolni, és közben bejött, mikor visszatért, akkor bejött beszélgetni, és ő szemmel tartotta, amíg mi javítottuk és talpra állítottuk a motort, úgyhogy figyelte, nagy élvezettel figyelte, mert ugye az ő ifjú korát idézte elő. Úgyhogy ő, aki elég sokat, aztán van egy Herr Károly nevű ember, aki szintén több információt hozott, ő is ilyen 82 éves ma, tehát abban a korban, amikor ez a motor készült, abban a korban ő már egy érett fiatalember volt, és tehát leginkább ők tudtak ebbe segíteni nekem. Te különleges a kuplung, és ezen a motoron még van még egy különlegesség, mert a saját láncán kívül van még egy ilyen kis lánc rajta. Igen. Az milyen célt szolgál? A kis lánc azt a célt szolgálja, hogy ne tudják egyszerűen ellopni a kuplung kiemelő szerkezetet, mert annak idején a fiatalok úgy viccelték meg egymást, hogy leszették ezt a kuplung kiemelő szerkezetet, ezáltal nem lehetett kuplungolni és elindulni a motorral. Úgyhogy ezért aztán felszereltek egy ilyen kiegészítő kis láncot, ami csak arra szolgál, hogy nem lehet eltávolítani a helyéről a kuplung kiemelő szerkezetet. Ezt is a Szabó Andor bácsi ötlete alapján szereltük fel ezt a kiegészítő láncot. A motoron még a csavarok hornya is egy irányba néz. Ez gyárilag is így volt, vagy ez már csak a precizitás? Gyárilag bizonyára erre nem fordítottak súlyt. Egyrészt az idő véget, másrészt meg nem is kell, de ez azt hiszem, hogy a szakma iránti nagy szeretet, meg a rendnek a tanúbizonysága, hogy én még erre is szoktam ügyelni, hogyha ilyen kényes helyre tesszük a csavarokat. Azt említett, hogy 2 év alatt készült el a gép, azt elmondhatja, hogy mennyit fordított rá anyagiakban? Fogalmam sincs. Nem is szabad számolni, mert ha a legalacsonyabb iparos órabért is számolnánk, akkor is olyan szám jön neki, hogy azt mondaná az ember, hogy nem szabad csinálni. Tehát ezt úgy csinálni, hogy számolom az időt, meg számolom a ráfordított anyagiakat, ha valaki így akarja csinálni, akkor ezt nem szabad csinálni, ez csak szeretetből szabad. Tehát ezért ezt például utcára ilyen munkát nem vállalnék el. Tehát ha valaki hozna így kosárba egy ilyen stílusú motort, hogy csináljuk meg ugyanilyenre, mint ez, nem vállalnám, mert erre csak ráfizetni lehet. Tehát ez csak saját részre és nagy-nagy szeretetből lehet csinálni. Az eszmei értékén kívül meg lehet határozni, hogy anyagiakban mennyit érhet ez a motor, mondjuk egy mostani motorhoz képest, vagy egy autóárához képest? Igen, lehet, mert van erre katalógus. Most ez a motor valószínű, hogy a legjobb kategóriában, mert itt kategorizálják, azt hiszem, hogy 4-ig vagy 5-ig, 5 kategóriába sorolják a veterán motorokat. Ez bizonyára az egyes kategóriát megütné. Most az egyes kategóriában ez a motor körülbelül 1,5-2 millió forintot ér. Itt Magyarországon nehezebben és olcsóbban lehetne eladni, Ausztriában lehetne rá olyan vevőt szerezni, aki értékelni és többet adna érte valószínű, ha értékesíteni akarná. De gondolom nem csak itt a garázsba áll egész nap, hanem meg is mutatja néha időnként. Igen, igen, barátoknak általában. Most már egyre több veterános barátom van, akikkel így összejövünk, hol az egyiknél, hol a másiknál, és akkor ott megvitatjuk a dolgokat, és mutogatjuk egymásnak a kincseket.
A puh már elkészült, de azért van itt még néhány darab, amelyik felújításra vár. Ezeket is meg fogja csinálni? Igen, természetesen szeretném. Ha egészségem engedi, akkor természetesen állok a kihívás elé. Ez is nagyon szép feladat lesz, nagyon nemes időtöltés, úgyhogy a télen hozzákezdünk. Ezek jobb állapotban vannak, mint a puh volt? Egy kicsivel jobb állapotban van, körülbelül annyira komplet, mint a puh, tehát annyira hiányos, annyira komplet, de talán egy kicsit kevesebb a rozsdás alkatrész, mint a puhnál, ott sok rozsdás alkatrész volt. Milyen gyártmányi motorok ezek? BMW, az egyik motor, ez a fehér színű, ez 200 köbcentis, R2-es típusú, a fekete tankos az R4-es típusú és 400 köbcentis. Az R2-est akkor csinálták a németek, amikor nem volt rá adó a háború előtti sanyarú időszakban, és illetve mind a kettő háború előtt készült, de volt egy rendelkezés, hogy a 200 köbcentiig nem kell adót fizetni, és akkor terveztek egy 200 köbcentist, aztán ezt eltörölték, és akkor tervezték meg a 400 köbcentis motort. Mikor készültek ezek a háború előtt? Hát a számok alapján mindkét motor 1935-ös kiadású. Sok különlegesség van ugyanúgy, mint a puhnál, legalábbis a mai korhoz képest, a mai motorokhoz képest. Természetesen ezek is csak első rugózásúak és hátul fixek, mint a puh, viszont ennek az a különlegessége, hogy az első rugózás az laprugó, mint a lovaskocsiknak laprugózású, akár ki is vehetem. Tehát így áll az első villa, és itt a laprugókon rugózott az első kerék. Ez egy nagyon érdekes, mert más motorokon nem nagyon alkalmazták ezt a megoldást, a BMW alkalmazta. Még egy érdekessége van, ha már az elejénél tartunk, hogy az első kerék alatt is van motorállvány, tehát ha defektes a motor, akkor ezt egy csavarral itt kioldja ezt a fém keretet, és fölállítja az első kereket is, ugyanez a puhnál nincsen meg. Érdekes a motorblokk maga is, a sebességváltók itt azért másképp, igen. A sebességváltó másképp van, mint igen, igen. Ez a motor, tehát ez ugye kettő motorkerékpár, de négy motorblokkal. Egy-egy motorblokk az tartalék. Tehát amelyik nagyjából komplett, ez a motorblokk, ami a 400 köbcentis, és ez a motorblokk, amelyik 200 köbcentis, ez a tartalék 200-as, ez a tartalék 400 köbcentis. Most az az érdekessége a váltónak, hogy mint az autóknak a váltója hosszú karon váltókarral lehet váltani, ez három sebességes, a 400 köbcentis is már négy sebességes. Ez mind a kettő egyhengeres? Mind a kettő egyhenger, állóhenger, alul vezérelt, fölül szelepelt, ezt a hozzáértők értik, hogy ez mit jelent. A korábban korszerűnek számított ez a fajta vezérlési forma. És dinamós gyújtás, akkumulátorgyújtásos, dinamó tölti az akkumulátort, ez is korszerűnek számított a maga idejében. Hogy állunk alkatrészekkel? Hát az alkatrész beszerzés az már folyamatban van, már építem ki a kapcsolatokat, úgyhogy interneten szigorúan szerezzük be a címeket, árajánlatokat, tehát már elindult a lavina, úgyhogy bízom, hogy lesznek alkatrészek Németországból. Sajnos itt gyűjtőknél, meg bőrzén már nem lehet hozzá alkatrészt szerezni, tehát csak a német piac, meg aztán, amit majd le kell gyártani, apróbb alkatrészeket, az marad gyártásra. A puh volt az első, amit ilyen mértékben felújított? Nem. Nem, hát ugye én már sok motort újítottam fel, de ilyen veteránkorú motort a 60-as évek közepén már újítottam fel, 500-as Triumphot, angolosan mondva Triumphet, az egy nagyon komoly 500-as motor volt a maga korában, hát azt sikerült hasonló, olyan szépen, talán ennyire nem igényes sem, mint a puh, de nagyon szépen sikerült megcsinálni. Egy ideig tudtam követni a múltját, de most már elveszett a látókörből, állítólag kivitték külföldre.
Mert ezeket a veterán motorokat szeretik kivinni, mert ott jobban el lehet adni. És ezekkel mit tervez, mi lesz a sorsuk? Természetesen. Ott a Puch mellett? Természetesen marad. A Puch mellett, igen, valószínű itt fognak állni sorba, hogyha elkészülnek, úgyhogy mindenképpen maradnak. Mivel a feleségem nem engedi, hogy a szobába bevigyem őket, ezért valószínű itt fognak maradni. De szíves szerint bevinné? Igen, 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 természetesen. Hát volt úgy, hogy elmentünk valahol, gyönyörű, ki volt subiszkolva a motorja, elkezdett esni az eső. Megálltunk egy falat, leszedte rólam a kabátot, betakarta a motort, mi megálltunk. A felesége mit szól ahhoz, hogy ennyire szereti ezeket a gépeket? Hát a feleségem már engem úgy ismert meg, hogy én ennyire szerettem a gépeket, úgyhogy ő ezt megszokta. Természetesen maximálisan támogat ebbe a dologba engem, de ő már engem motorosként ismert meg. Tehát első randevúra már motorral mentem, és onnantól kezdve mindig volt motorom, és tehát ő ezt így tudja, meg azt is tudja, hogy én munkamániás vagyok, tehát én most is 14 órát dolgozom minden nap, tehát ez nálam megszokott. Én ifjú koromban is hétvégi apuka voltam Balatonon, még mások nyaraltak, akkor én hétvégén, tehát a feleségem még lementek a üzemi üdülőbe a gyerekkel két hétre, én meg szombaton délután mentem utánuk, és akkor hétfőn reggel nyitásra vissza, mert nekem a műhely az egy nagyon fontos dolog volt, hogy a műhely mindig nyitva legyen, a munkák mindig elkészüljenek, amennyire lehet határidőre, és ebben a feleségem mindig partner volt, tehát ez mindig elősegítette, hogy ezek a dolgok úgy menjenek, ahogy én jónak tartom, jónak találom. Ha most egy fiatal gyerek, 14-15 éves gyerek abba gondolkodik, hogy szeretne motorozni, milyen tanácsa látná el? Hát először is nagyon nagy feladat, nagyon felelősségteljes dolog ma motorozni ebbe a pesti forgalomba. Nagyon nincsenek megbecsülve a motorosok. Sajnos sok elvetemült ember szándékosan kiszúr a motorossal. Nagyon helytelenítik a motorosok. Több fórumon is hangot adnak ennek, hogy nem engedik a motorosokat. Hát egy jó ideig nagyon ellenezték, hogy a motorosok miért mennek a piros lámpánál előre. Végre hosszú húzavona után megengedte a Kressz, hogy előre mehessenek a motorosok, hiszen a mai 50 köbcentis robogóval és a lámpától egy 50 köbcentis robogós elgyorsul, ott hagyja az autókat. Senkit nem zavar egy motoros azzal, hogy előre megy. Most már egy kicsit kezdik elfogadni. Tehát nagyon fontos, hogy a fiatalok tiszteljék a forgalmat, tiszteljék a közlekedő társakat, mert egyébként a rövidet csak ők húzzák. Tehát egy kis ütés, egy kis hozzáérés a kormányon, és az bukással jár. A két kerék az nagyon labilis, úgyhogy erre nagyon kell ügyelni, nem lehet virtuskodni az utakon, mert rengeteg a baleset, ebből kifolyólag tapasztalatlanok a fiatalok, és a rövidet mindig csak a motoros húzza, bármilyen ütközés van. Tehát ez nagyon fontos dolog. A másik, hogy a motort szeretni kell, ápolni kell, és meg kell adni neki, ami jár. Nagyon sokan fizetnek azért, mert elhalasszák a szerviz intervallumokat, nem ismerik a motor alapvető működését, nem figyelnek oda például olajadagolásra, olajminőségekre, és akkor csodálkoznak utána, hogy több tízezer forintba kerül az a javítás, amit egy kis odafigyeléssel meg lehetett volna előzni. Nem versenyzett soha? Nem, addig nem jutottam el, mert egy idő után, egy-két bukás után benőtt a fejem lágya, és azt mondtam, hogy ezt így nem szabad tovább csinálni, ugye a család fontos. Mondjuk ez még a házasság előtt volt az egy-két bukás,
de lényeg, hogy lehiggadtam időben, és nem került sor arra, hogy én versenyezzek. De hát a versenyeken ott voltam, tehát nagyon szerettem versenyre járni. Brünnbannak idén, Brunóba rendszeresen kijártunk a motorversenyekre, itthon is salakversenyre, cross versenyekre, gyorsasági versenyekre. Még egy időben szponzoráltam is ilyen gyorsasági Simpson kupa versenyeket. Úgyhogy ott voltam, de magam nem versenyeztem soha. Nagyon higgadt, nyugodt embernek tűnik, mindig ilyen volt gyerekkorában is? Nem. Tehát így, mikor így kell viselkedni, akkor vagyok ilyen. Egyébként sokat mozgó és mindig rohanó ember vagyok. Tehát mindig sietek, szaladok belé. Úgyhogy bárki jön velem, mindig mindenki csak utánam van. Sietős vagyok. Van mit csinálni? Igen, van mit csinálni, úgyhogy, de alapvető tulajdonságom az, hogy mindent csináljunk, gyerünk, gyorsan, legyen kész, és jön a következő feladat. Először 2010-ben jártunk Tábori Ferencnél, aki akkor készült el osztrák veterán motorja felújításával. Azt már akkor is tudni lehetett, hogy nem ez volt az első, és nem is ez lesz az utolsó kétkerekű, melyet újjávarázsol. Garázsában ott pihent két egykoron szebb napokat megélt BMW, legalábbis ami megmaradt belőlük. Akkor nem nagyon hittük, hogy valaha ezekből is szemet gyönyörködtető műtárgyak lesznek. Tábori Ferenc viszont egy percig sem kételkedett. Nem elégedett meg az igényességgel, a tökéletesre törekedett. Tábori úr, amikor 2010-ben itt jártunk, akkor két, hát hogy mondjam, romhalmaszt láttunk. Nem tudom szebben mondani, mert tulajdonképpen nagyon régi alkatrészek voltak, nem is nagyon lehetett látni, hogy ebből valaha, vagy ez valamikor motor volt. Most pedig itt állunk két gyönyörű csoda előtt, olyan mint két ékszer. Mi történt ez alatt az időszak alatt? Nagyon sok munka volt, és rengeteg spekuláció, rengeteg telefon, rengeteg érdeklődés, e-mail, be kellett gyűjteni az adatot. Tehát itt ilyen motornak a restaurálása az mindenképpen úgy indul, hogy fel kell készülni. Tehát nem nekiugrunk, hanem készülünk, hogy például hogy nézett ki eredetiben. Tehát ez nagyon fontos. Nem összevásárolunk a veterán bőrzéken mindenféle alkatrészt, ami vagy ráillik, vagy nem, mert ugye ezek az alkatrészek, ha nem is évente, de van, hogy még fél évente is változnak, tehát mondjuk egy bizonyos évjáratnak az első fél évében egyfajta hátsó lámpát használtak, utána egy másik, vagy akár az első lámpát, tehát ez sem mindegy, hogy milyen kiegészítő, meg ilyen apró alkatrészeket veszünk a motorhoz. Tehát úgy kell hozzákezdeni, hogy minden legapróbb alkatrész tartozékot fel kell térképezni, hogy melyik volt eredetileg ezen a típuson, és akkor azt kell begyűjteni, mert ugye egy ilyen öreg motornak az alkatrészei soha nincsenek meg minden, tehát komplettan az nem létezik, hanem ezek hiányosak, nem rávaló, át vannak alakítva, sajnos itt Magyarországon rengeteg motort annak idején, már motorkerékpárról beszélünk, ugye rengeteg motort átalakítottak, mert ugye lemezvillás volt, és akkor jött a teleszkópos divat, akkor csináltak rá teleszkópot, a hátulját elfűrészelték, hátra is teleszkópot raktak, tehát átalakítottak, ezzel elveszítette az eredetiségét, a varázsát. Most az ilyet mindig aki lelkiismeretesen akarja megcsinálni, annak vissza kell alakítani. Szerencsére nekem ilyen alakítás nem volt, de hát voltak nem hozzávaló alkatrészek, meg hát egy csomó alkatrész hiányzott, meg például a sárvédő el volt rohadva agyorra. Tehát a sárvédőkön komoly lakatos munkát kellett csinálni ahhoz, hogy valahogy kinézzen. Mutassuk be azért ezt a két motort, ők testvérek, két BMW-ről van szó. Mi a különbség a kettő között? Hát alapvetően az egyik az ugye 200 köbcentis, a másik 400 köbcentis hengerűr tartalmú, a 200 köbcentis az háromsebességes,
és 8-9 lóerőnek írja a német katalógus. A másik motor, az 400 köbcentis, az 14 lóerőnek írja a katalógus. Mind a kettő akkumulátorgyújtású, és dinamó tölti az akkumulátort menet közben. Mikor készültek ezek a motorok? Mikor gyártották őket? Mind a kettő 1935-ben készült, és hónapra pontosan nem lehet tudni, mert csak a motorszám, vászszám alapján csak év pontossággal lehet behatárolni. Minden motornak, minden motortípusnak van valamilyen különlegessége. Ezeknek a BMW-knek mi a specialitása, mi a különlegessége? Hát amiért szeretik ezt a típust a veteránozók, az az, hogy laprugós a első rugózása, ami különleges, nem nagy durranás, tehát ez nem egy különleges dolog. A különlegesség az volt, amikor kitalálták az első teleszkópot, mert az műszakilag egy fejlődés volt. Ez, hogy elől ilyen laprugós, ez nem fejlődés, ez szerintem egy helybe topogás, de most már ennyi év távlatából ez adja meg a varázsát. Tehát ettől különleges, hogy ilyen érdekes, minden más motortól, vagy legtöbb motortól eltérően laprugós a rugózása. Aztán ugye akkoriban még divat volt ezek a taposók, ezek a trepnik, ami megint egy kicsit különlegessé és ilyen veterános külsejűvé teszik, hogy ilyen taposókon pihenteti az utas meg a vezető a lábát. Úgyhogy ez, ami így nagyon kilóg a sorból. Még egy érdekesség van ezeknél a motoroknál, hogy a baloldali markolat is forgatható, tekerhető, úgy, mint a jobb oldalon a gázmarkolat, ugye? Jobb oldalon adjuk a gázt, és a bal oldalon pedig az előgyújtást lehet szabályozni, mert ugye ezek a motorok meglehetősen nagy előgyújtással működnek, ami azt jelenti, hogyha rajta van a teljes előgyújtás, és akkor akarjuk beindítani, akkor visszarúg, de nagyot visszarúg, tehát akár lábat is eltörhet. Ezért kell az előgyújtást levenni, és ilyen nulla holdpont körüli előgyújtásra állítani ezzel a baloldali markolattal, és akkor úgy rúgja be az ember, és utána tolja rá az előgyújtást, ahogy elindul vele, mert ugye ahhoz, hogy teljesítménye legyen, ahhoz meg kell a nagy előgyújtás. Azt láttuk, hogy szépek ezek a motorok, de akkor ezek szerint működnek is tökéletesen. Természetesen mind a kettő működik, és lopva használom is, csak rendőrrel ne találkozzak. Itt a környéken esetenként körözök egy kicsit vele. Tábor úr, az Újpesti Templom utcában van azon műhelye, ahol a mopedeket javítgatja, szervizelgeti, elég sok a munka. Emellett hogy jutott idő arra, hogy két ilyen csodálatos motort is egyszerre felújítson, restauráljon? Igen, hát ugye télen, mivel nem nagyon motoroznak az emberek, tehát kevesen motoroznak, ezért akkor nagyon kevés a munka, és ezt ugye kiegészítésképpen vezettem be, vagy kiegészítésnek szánom, hogy amikor nincs úgy munka, akkor foglalkozunk ezekkel az öreg motorokkal. Tehát nyáridőben ennek nyoma sincs a műhelyben, tehát ott nincs veterán alkatrész, csak késő ősszel akkor viszem oda, és akkor kezdjük
csinálni őket. A fia is benne van ebbe, és még egy kollega szívesen csinálják? Igen, természetesen mindenki nagyon szívesen csinálja, és nagy izgalommal várják, amikor az indításra kerül a sor, mert az a csúcspontja mindennek, hogy amikor elindul a motor. Úgy benne. Ezen itt is lehet előgyújtást állítani. Mi volt a nehezebb része, beszerezni az alkatrészeket, vagy pedig építeni? Hát mondanám, hogy talán egyforma, ugye ezt nem is lehet pontosítani. Beszerezni egyrészt azért problémás egy kicsit, mert ezek általában külföldi gyártóktól jöhetnek alkatrészek hozzá, és azok valakit mindig meg kell kérni, vagy ki kell menni, tehát én is ki szoktam menni Ausztriából, ott van Szentpöltenben, meg több helyen van nagy bőrze, ahol lehet alkatrészt kapni, meg megkérek embereket, akik messzebb is járnak, tehát itt vannak, én csak műkedvelő vagyok, itt vannak az országban nagy veteránosok, akiknek 30-50-200 motorjuk van, és ezek járnak rendszerint bőrzére, piacra, ők ebből élnek, vagy legalábbis nagy részt ebből élnek, és akkor ezeket az embereket lehet megkérni, hogy némi haszon fejébe gondolom, hoznak alkatrészt Németországból, Ausztriából, lengyelek gyártanak alkatrészeket hozzá, tehát innen lehet beszerezni alkatrészeket. Ez lassú folyamat, mert például most is ugye, amit már kezdünk építeni hamarosan a következő BMW-t, ahhoz kérdeztem az egyik ismerőst, hogy mikor megy Lengyelországba, és mondta, hogy január végén van bőrze Lengyelországba, tehát ugye az azt jelenti, hogy az 3 hónap, ugye, tehát hiába akarnám azt a részt, azt a fődarabot csinálni, nincs hozzá alkatrész, meg kell várni a január végét, mire érkezik hozzá alkatrész. És hogy jutott hozzá az alapokhoz? Hát az alapokat, ezt a két BMW-t, ezt Csiófokon vettem szintén egy gyűjtő embertől, természetesen nagyon-nagyon darabokban, és nagyon-nagyon rossz állapotban. A lemezalkatrészek nagyon korodáltak voltak, és hát minden agyonra elkopva, nagyon rossz műszaki állapotban, és hát több hiánnyal is. Jelenlegi állapotukban ezek a motorok körülbelül hány százalékban tartalmaznak eredeti elemet, és hány százalékban utángyártottat? Hát 80%-ban eredeti, és mondjuk 20%-ban utángyártott. Gyönyörű kézzel festett, tehát egyszerűen nem tudok szavakat találni, nagyon szép az egész, a csíkok kézzel vannak festve, a krómozás tökéletes. Igen. Azért ebben iszonyat munka és pénz van, megéri? Igen. Nem, tehát ilyen szinten, jó, nagyon jó a kérdés, ilyen szinten felújítani motort üzletre nem szabad. Tehát ebből nem lehetne iparos órabérrel megélni, hogy ilyen szintre felújítsa valaki, mert rengeteg munka van benne, és az alkatrészek nagyon drágák. Tehát ez csak úgy lehet, hogyha az ember, tehát ilyen szinten felújítani csak úgy szabad, hogyha ezt megtartja az ember. Tehát magának megtartja és gyönyörködik benne, használja, így célszerű. Tehát mi, ha mondjuk behozna valaki ugyanígy egy ugyanilyen BMW-t az üzletbe, úgy kosárba, ládába, ahogy én hoztam Siófokról, akkor nem vállalnám el. Tehát azt mondaná, hogy ugyanígy csináljam meg, ugyanilyen szép legyen, ugyanilyen jó legyen, nem vállalnám el, mert a rezsi órabérnek a fele se jön neki. Akkor ez szerelem? Csak kizárólag, igen. Mit érez, amikor kihozza ezeket a motorokat a garázsból? Hát egyrészt izgalmat, hogy indul, mert ugye öreg motor nem mindig szeret indulni, tehát ez mindig egy ilyen szertartás ennek az indítása. Aztán utána, amikor már jár és elengedem a kuplungot, akkor hát ez egy nagyon jó érzés.
különleges ennek a menettulajdonsága, a nagy lentkereke véget, ilyen, majdnem azt mondom, hogy kicsit rángatva, ha nem pörgeti az ember, akkor egy kicsit rángatva indul el. Nyomatékos, nagyon nyomatékos, tehát hogy elengedi az ember a kuplungot, akkor úgy elindul és meglódul. És jó vele motorozni, annak ellenére, hogy ugye ezeken a motorokon hát nem nagyon szokott jó fék lenni, meg problémásak. Jó vele motorozni, de jó úton kell motorozni, mert ezeket a rossz budapesti utakat nem nagyon szereti, mert ugye hátul fix, nincs rugózása, elől meg hát ez a laprugós megoldás, ez sem egy hosszú rugóutat biztosít. Mielőtt ezt az interjút elkezdtük fölvenni, rögzíteni, a kedves feleségével is váltottam pár szót, ugyanilyen szeretettel beszél a motorokról, mint ön, sikerült rendesen megfertőzni. Igen, csak még a szobában nem engedi bevinni a motorokat, de csináltam nagyon jó helyet a számára, ahol, számukra, a motorok számára, ahol nincs más, tehát egyéb dolgok nincsenek bepakolva, nincs olyan, ami ott párát csináljon, tehát nincsenek növények télire bepakolva, úgyhogy itt most már csak motorok vannak. Kis házi múzeum. Igen, hát ez nagyon kicsi kellene. Megvan már a következőnek az alapja? Igen. Az egy R51/3-as típusú, szintén BMW, az egy 500 köbcentis motor lesz, és boxer motor, kéthengeres, és ugye a boxer motornak így mennek a dugattyúi oldalra vízszintesen. Ez valamikor a rendőrségünk használta ezeket a 500-as BMW-ket, úgyhogy ez lesz a következő. Körülbelül hány évet szán rá? Hát ha az a baj, hogy ha nem jön meg az alkatrész, akkor elhúzódik, mert ugye csak télen tudjuk csinálni. Tehát ha sikerül, akkor sikerül gyorsan beszerezni az alkatrészeket, akkor 2 év, ha nem sikerül, akkor 3. Nagy közönségnek meg fogja mutatni a motorokat? Ki elviszi kiállításokra? Kiállításra nem szívesen, mert féltem. Baráti kör természetesen láthatja, meg hát most is majd még jó idő van, átviszem Újpestre, ott azért sokan megnézik majd, barátok, kicsit az utcán is kint lesz majd, úgyhogy féltem nagyon, úgyhogy azért nem szeretem. Tehát a szállítás, a kiállításokon, az ott tartózkodás, nem féltem. Elmúlt már 30 éves, de rendkívül fürgén sem mozog. Nem készül még pihenni? Marad a műhely nem. Továbbra is a Templom utcában? Így van, szó sincsen ilyesmiről, hogy én pihenni készüljek. Mindig számolgatom, hogy még hány motor tudok felújítani úgy, hogy próbálni is tudjam. Így is az van, hogy a korombeliek, hát ugye én régi bútordarab vagyok Irsán, sok az ismerős, és meg szólnak, amikor egy enduro motorra ülök föl, mert ugye egy enduro motorra mérlegállásba kell felülni. Na most hát tudjuk, milyen magasak az enduro motorok, és én hát dobom fel magamat az enduro motorra, ezért szoktak megszólni, meg azért, mikor guggolok a motor mellett az utcán, mert mondjuk egy karburátort állítunk az utcán, mert azt ott kell, visszajövök a próbáról, jár a motor, sokat kap, keveset kap, magas az alapjárat, és hát többen már, hogy hát maga még le tud így guggolni, meg fel tud a guggolásból állni, mert hát ugye ebbe a korba bizony nagyon sokan ezt nem tudják csinálni, jók a génjeim állítólag, és még megy ez a dolog, tehát nincs miért megállnom, ez a lényeg. Ha az egészségem engedi, amiben nagyon bizakodok, akkor feltételezem, hogy egy olyan 80 éves koromig tudok még motorozni, de ez mindenképpen csak akkor járható, hogyha mozgás problémák nincsenek, mert ugye a motorra, például ezekre a motorokra is felülni a hátsó ülés véget meglehetősen mérlegállásba kell. Ugye, tehát hátul kell a lábat áttenni. Na most ugye idős korban nem nagyon tudják az emberek emelgetni a lábukat, úgyhogy körülbelül így tervezem, de ehhez egészségesnek kell lenni, meg szellemileg is, hogy a forgalomban részt tudjak venni. Tehát ez egy fontos dolog, mert nem lehet, hogy majd veszélyeztetjük az embertársainknak akár egészségét, vagy a járműveit, ugye. Hogy körülbelül ez van tervbe véve, de az üzlettel kapcsolatban ugyanilyen határidő nincs kitűzve.
Újpest önkormányzata Tábori Ferenc mechanikai műszerészmestert 2012-ben elismerő oklevéllel tüntette ki. Idén szeptemberben jelezte a közel 76 esztendős mester, hogy negyedik veterán motorja az 1951-ben gyártott BMW is elkészült. Kíváncsian kerestük fel műhelyében, hogy megmutassuk az újjászületett közlekedéstörténeti műremeket. Feri bácsi, 2010-ben találkoztunk először veled, amikor egy Puchot újítottál föl, arról készült egy nagyon szép kis film. Aztán akkor már ott volt ládában két BMW, ami darabjaiba, alkatrészekben volt, azok is elkészültek gyönyörűen restaurálva, és most itt vagyunk a műhelyedben, és megint itt van egy gyönyörű szép BMW. Kezdjük azzal, hogy jutottál hozzá ehhez, milyen állapotban volt? Igen, hát ez a motor teljes ládában, kosárban, hiányosan, nem, egy csomó nem eredeti alkatrésszel így került hozzám. A korához képest rosszabb állapotban, mint az várható volt. Tehát sok alkatrésze nagyon-nagyon kopott volt, sok alkatrésze volt idegen, mert ugye az oroszok is gyártották ennek az orosz változatát, ennek a BMW-nek, ami hol egyezik, hol nem. Tehát az alkatrészek hol egyeznek, hol nem, de hozzá lehet applikálni, és ezért cserélgették, kimentették a ládából a jó BMW alkatrészt, és orosz tettek helyébe. Mert hozzátartozik ez a történethez, hogy ez a motor így kosárban, ez több gazdánál volt. Tehát adták, vették kosárban, még végül én ehhez hozzájutottam, és ez alatt, az idő alatt, amíg adták, vették, a jobb cuccokat kiszedték belőle. Így aztán nekem maradt hát nem mondom, hogy a szemetje, de a gyengéje.
Na innen kellett ugye elindulni és feltárni, kigyűjteni, hogy mi az, ami nem eredeti, mi az, ami eldobós, mi az, ami javítható, és akkor ezeket az alkatrészeket összegyűjteni, kijavítgatni, beazonosítani, ezek persze először kellett volna mondani, hogy beazonosítani, kijavítani. Szóval egy rengeteg idő elment azzal, hogy nem haladtunk semmire, csak az alkatrészeknek a beszerzése, kijavítása, kicserélése, átalakítása, hogy majd a végén jó legyen, ami egyébként csak részben sikerült, mert ugye közben is, mikor szereltük össze, akkor is jöttek még hibák, hogy mégse stimmel, mégsem odavaló, és akkor még mindig kellett alakítani rajta. Picit még álljunk meg ott annál a dolognál, hogy hogy került hozzá? Te kifejezetten hajtottál erre a modellre, ezt szeretted volna, vagy csak véletlenül került hozzá? Nem konkrétan erre a modellre, de BMW-re, és mivel hogy van a állóhengeres BMW-m, ezért most már boxert szerettem volna, mert ugye a boxer BMW az igazi BMW, tehát az a nagyobb durranás. És akkor én hajtottam egy boxer BMW-t, ami vagy ugye ez egy R51/3-as típus, ami nagyon hasonló ehhez van az 51/2-es, amit jóval nehezebb beszerezni, mint ezt. Na most rám köszöntött az ősz, és már nagyon akartam venni valamit, és akkor jött horogra ez a motor, ami hát ilyen adottságokkal volt, hogy sok hiány és sok nem hozzávaló, nem eredeti alkatrész. Úgyhogy ezt hajtottam, ez a lényeg, boxert hajtottam, és aztán így lett ez a boxer. Még a motorról nyilván többet fogunk beszélgetni, de még egy kicsit térjünk ki más dolgokra, és most itt vagyunk a műhelyedbe, a Templom utcába. Ugye Palotán laksz, ott forgattuk az első filmet rólad, de mondtad, hogy téged azért minden dolog ide köt, ide ebbe a kis műhelybe. Hál' Istennek az Újpest önkormányzat 2012-ben el is ismerte a munkádat egy oklevéllel. Azért itt mindig van munka, tehát akárhányszor járunk erre, itt mindig rengeteg moped áll, hiszen arra szakosodták is motorokra. Hogy van idő arra, hogy egy ilyen komoly restaurálást véghez vigyél? Csak télen. Lényegesen kevesebb a munka, azt könnyedén tudjuk csinálni, és télen foglalkozunk ezzel. Tehát általában ez is úgy működött, hogy az első tél az arra ment, hogy hozzákészüljünk, és akkor nyáron kiadtam a fényezésre, a krómozásra az alkatrészeket, és akkor jött az ősz, és akkor pakoltuk össze. Tehát konkrétan ez a motor idén tavasszal készült el, és akkor került erre a muzeális minősítő vizsgára, és utána Mozaik utcába a normál műszaki vizsgára. Tehát ez idén tavasszal indult el ez a motor. Az első motor, amit restauráltál, az egy Triumph, egy Triumph volt, de hát az még fiatal korodban. Hát aztán, az mikor is volt? 70 környékén. Nem, az 69-ben, 70-ben adtam el. És aztán a következő felújítás a Puch volt 2010-ben. Igen. Akkor miért gondoltad, hogy neked megint ezzel kell foglalkozni? Több lett az időd, vagy kedvet kaptál hozzá? Nem, az időm nem lett több, hanem akkor döbbentem rá. Öreg fejjel akkor döbbentem rá, és nagyon verem a fejemet a falba, hogy ezt a hosszú időszakot, ezt én kihagytam, azért is, mert ez alatt az időszak alatt lehetett volna olcsó pénzért nagyon jó motorokat venni a tanyákon, a pajtákból, a padlásokról, mert nem volt divat. Tehát a 60-as, 70-es években, de még talán a 80-as években sem volt divat ilyen motorokat tartani, ezzel motorozni. Ezeket betették a pajtába, betették a kamrába, van, aki kint hagyta az esőn, letakarta, azt hitte, hogy azzal megvan oldva, lefújta a szélrolla. Tehát iszonyú állapotba kerültek nagyon értékes veterán motorok ez alatt az időszak alatt. Amit én nagyon sajnálok, mert ezt meg lehetett volna lovagolni. Tehát ezt lehetett volna vásárolni motorokat, és akkor nagyon klassz, különleges motorokat lehetett volna restaurálni. Ezt én elhalasztottam, elmulasztottam, úgyhogy, és öreg fejjel jöttem rá, hogy nekem ez passzol a tevékenységemben, és
és nagyon nagy örömmet is lelem benne természetesen. De amikor újrakezdted, azért ez sokkal nehezebb volt, mint a korabeli időkben, még nem? Hogyne? Hát pont ezek miatt a problémák pontosan miatt. Az alkatrészbeszerzés véget, igen. Sose volt ez egyszerű, tehát ezeknek a régi motoroknak az alkatrész ellátása azért nem volt valami nagyon rózsás, de tehát ahogy a kora, ahogy öregszik egy ilyen motor, annál nehezebb hozzá alkatrészt beszerezni, tehát ugye vannak olyan angol motorok, amihez itt Magyarországon semmit nem lehet. Tehát hiába megy ki az ember a bőrzére, nagy véletlenül lehet találni valami hulladékot hozzá. Ezeket általában nyugati újságokban, hát most már ugye interneten lehet beszerezni ezekhez az alkatrészeket. De hát azért csinálják ezt mások is, tehát ez is megoldható, csak még nehezebb, mint ez. Most a BMW-re azért is esett a választás nekem, mert ugye a BMW az Magyarországon egy nagyon felértékelt motor, és talán ezek a régi motorok között a legjobban ennek van ellátás, alkatrész ellátása. A lengyelek gyártanak hozzá sok mindent, a németek gyártatnak, ki tudja, hogy ki mit csinál, Magyarországon is van gyártó, aki alkatrészeket gyárt, konkrétan ilyen húzókart, gázszektort, előgyújtás szabályzót, stb. Tehát nagyon beindult ezeknek a utángyártása, és mivel a BMW ilyen felkapott nálunk is, hát Németországban meg természetesen, ezért meglehetősen sok alkatrész van hozzá. Egyre drágább, mondanom se kell. De nem mindent egyedül csinálsz, mert hiszen ez azért már egy aránylag modern és bonyolult szerkezet, tehát ebbe a műszertől kezdve a fényezésig, a különböző anyagoknak az öntéséig minden benne van. Ez egy csapatmunka? Hát úgy csapatmunka, hogy ugye a fényezést természetesen nem én csinálom, nem azért, mintha nem tudnám megcsinálni. Lehetséges, hogy nem ilyen minőségben, meg sokkal lassabban, tehát nekem ez semmiképp nem lenne gazdaságos, de ifjú koromban, tehát ilyen 20 éves koromban én fényeztem motorkerékpárt, és szép is volt, tehát azt is meg tudnám csinálni, de nem csináljuk. Tehát a fényezést, meg a krómozást, mint nagy munkát, a munkákat, ezeket kiadom. Tehát erre van ugye más iparos, ezt egyik veterános sem maga csinálja, hanem kiadja. A többit hát bizony, mondjuk a homokfúvás sem, mert ezek homokkal vannak, meg gyöngyel vannak lefújva a piszoktól, a oxidtól, ezek az alumínium alkatrészek, ez is egy más szakma, tehát ezt is fékfedél, tehát ezeket is kiadjuk. Tehát a többit bizony, azt nekünk kell. Tehát sok forgácsoló munka, mert ugye nem passzolnak a távtartók, amikor betesz az ember egy kereket, egy tengelyt, szóval egy szimmering futófelületet, tehát elvesznek az évek folyamán. Hát ez is ugye, amiről én tudok, harmadik vagy negyedik gazdája vagyok én ennek a motornak egy kosárba, hogy egyéb tulajdonosa hány volt, senki se tudja. És hát ugye apró alkatrészek, azok eltűnnek. Most azt, amikor rakja össze az ember, teljesen mint hogy egy első kerékről van szó, egy motorblokkról, akkor azt ki kell találni, hogy oda milyen távtartó kell, hogy ne szoruljon, hogy odavaló legyen, peremes legyen, perem nélkül, tehát, és ezeket mind egyedibe le kell gyártani. Aztán vannak olyan alkatrészek, amelyeket még hőkezelni is kell, utána hőkezelés után köszörülni, tehát rengeteg munkana, rengeteg. De hát ezt a motorblokkot, ugye ezt annyira bontottuk szét, mert azért ezt el kell mondani, nem én csinálok itt egyedül dolgokat, hanem hadd említsem meg a nevét a kedves kollégám, aki ma ugye nincs itt, Madarász Ignácnak hívják, Madarász öcsi a művész neve, ő az én kedvenc szerelőm, úgyhogy ezt a blokkot úgy szedtük szét, annyira szétszedtük, hogy ezt már nem lehet tovább szétszedni. A főtenge is darabokra van szedve. Na most attól széjjelebb már nincs tovább mit szétszedni, tehát minden alkatrésze szét volt, asztalon volt, és onnan kellett ezt összeépíteni. Ezek a hengerek kissé túlfúrt hengerek. Az eredeti dugattyú mérettel
már nagyon nehéz lett volna a dugattyút. Tehát a gyári méretű dugattyút, ha leöntettem volna, akkor nagyon vastag lett volna a fala. Nagyon nehéz lett volna. Ezért modellezni kellett hozzá olyan dugattyút, ami könnyű is lesz, de szilárdságilag is megfelel, és én szobrázkodtam ki a magot, hogy az olyan könnyű, egy vadidegen dugattyú fajtából, hogy az könnyű is legyen, és mégse legyen túl vékony a fala, nehogy törik, átszakad, sőt, mi több, ebbe a motorba egy kicsit puposabb dugattyú van, azért, hogy ez a motor még 86-os benzinre van gyártva. És ugye ma már a gyengébb minőség is 95-ös. Én természetesen 100-as vagy 98-as, ki milyen, hogy hívja, oktánszámú benzint használok, és ezért ebbe olyan dugattyút csináltunk, ami puposabb, pont azért, hogy most már a nagyobb kompresszió tűrésű benzinnel, ha üzemel, akkor legyen egy kicsit nagyobb teljesítménye, úgyhogy nagyobb is a teljesítménye, tehát jóval jobban megy, mint eredeti korában, mert biztos, hogy egy 3-4 lóerővel erősebb lett most így. Hát a mai világban ugye már a mai korszerű mérnöki technika az számítógépen zajlik háromdimenzióba, és ki is nyomtatják háromdimenzióba az alkatrészeket, de ti itt azért ezeket manuálisan az egyszerű gépekkel oldjátok meg, ugye? Pontosan, igen, pontosan. Tehát nekünk itt a mi körülményeinkhez kell igazítani mindent, hogy utána a végtermék az jó legyen, megfelelő legyen. Én mindent szeretek úgy megcsinálni, de a legapróbb, legigénytelenebb alkatrészt is, vagy darabot is, hogy örök életű legyen. Tehát nekem az az elve mindig, hogy örök életűre csinálni, úgyse sikerül, mert nem igaz, de hát ilyesmiben meg végképp nincs megalkuvás. Tehát itt mindennek a tőlünk telhetően a legjobbnak kell lenni. Akkor nézzük konkrétan ezt a motort, ezt a modellt. Hogy indult a felújítás? Gondolom kellett hozzá dokumentáció is. Először is a főbb adatok, a műszaki adatok ebbe a német nyelvű könyvbe megtalálhatók, amit ugye fejből azért nem tudok. Tehát az enyém ugye R51/3-as típusú BMW. Azt írja itt az okos könyv, hogy 494 köbcenti a hengerűrtartalma, és 24 lóerőt ad le 5800 fordulaton. Okay. Na most jön az, amit az előbb mondtam, hogy ugye ez még a 68-as benzinhez, oktánszámú benzinhez van gyártva. Kompresszió viszonya 6,3 az 1-hez. Hát ez egy nagyon alacsony kompresszió viszony. Ma már 10 körül van, 10 az 1-hez kompresszió viszonyok futnak, csak nagyjából mondom ezt a számot, mert ugye van olyan motor, amelyik 12 az 1-hez ilyen kompresszió viszonnyal jár. Na, és azt mondja, hogy OHV a vezérlés, ami azt jelenti, hogy felül szelepel, tehát itt vannak a hengerfejbe a szelepek, és itt ezen a nyomórudon keresztül ezen mozgatja a vezérmű tengely a szelepeket. Kettő karburátoros, két porlasztós, egyik ott a másik oldalán. Aztán ugye négy ütemű, váltóáttételben nem kell belemennünk, és azt mondja, hogy 17 literes a tank mérete, üzemanyag tank térfogata, és 190 kg a tiszta súlya.
Aztán mi van még, ami a... Hát ami még érdekes talán, hogy kardántengelyes. Kardántengelyes, 135 km per óra a végsebessége. És ebből gyártottak 18.420 darabot. Mágnesgyújtású, még a szakembereknek ez mondjuk érdekes lehet, és dinamós, 6 voltos töltésvilágítás rendszere van. A sebességváltónál van egy érdekesség, hogy váltasz vele, mert ugye van egy kézikar is itt hátul. Igen, azt senki nem használja, azt a kézikart, ugye ez már annyira korszerű, hogy lábváltós. 4 sebességes első lefelé, 2, 3, 4 fölfelé. Ezt nem találok rá észszerű magyarázatot, hogy ezt minek csinálták ide, mert a váltókar úgy van felszerelve a váltó tengelyre, hogy nem is tud leesni róla. Tehát, mert vannak, találkoztam már olyan motortípussal, amelyiknél hát nem volt elég észszerűen megtervezve a sebességváltókar rögzítés, és elveszett a váltókar. Na most itt ez úgy van megcsinálva, hogy nem tud elveszni, nem tudom, minek tették ezt, de hát rajta van. Tehát ezzel is lehet váltani a sebességet, de én nem láttam, nem hallottam még olyat, hogy ezzel valaki váltott volna menet közben. A motor az tulajdonképpen gyárinak néz ki, tehát mintha most gördült volna le a gyárból. Milyen alkatrészek, amelyek újak rajta? Mert azért gondolom, egy gumi elöregszik, az ülések most például teljesen új hatásúak, vagy pedig a benzintartálynak a burkolata, az embléma. Ezeket hogy sikerült megoldani? Hát utángyártott alkatrészekből. Tehát itt van markolatgumi, utángyártott, benne a magura felirat. Ugye az ülésgumik szintén utángyártottak, de a teljes pontos mása az eredetinek, feliratozva minden. Tehát ezek mind ilyen márkajelzett, utángyártott dolgok. Tehát ezek ugye kopó, lábtartó gumi, úgy szintén, tehát a gumiáru, hogy mondtad, hogy gumiáru. A gumiárút sajnos ugye azt nem lehet megmenteni a utókornak, tehát az nem működik, hogy 60 év múlva is még új lesz. Tehát ezek igen. Aztán például az embléma is utángyártott, ugye ez egy sérülékeny darab, zománcozott, nagyon, mint az eredeti olyan. Úgyhogy az előbb mondtam, hogy ezek a kezelőszervek is utángyártottak. Tehát ami úgy elporlik és megeszi a rozsda sok év alatt, azokat utángyártottból kell pótolni. Amikor a puhról forgattunk, akkor rettenetesen csodálkoztunk, hogy a motoron még a csavarok nutja is mind egy irányba néz. Ezen is? Ezen is, igen. Ezen is. Hát ez a dili a táborinak, úgyhogy... Ez a negyedik ilyen újkorban felújított motorod. Melyikre vagy a legbüszkébb ezek közül? Húha, ez nehéz kérdés. Attól tartok, hogy mindegyik egyformán az enyém, tehát nagyon ragaszkodom mindegyikhez. Hát ugye nagyon sokan megkérdezték már, hogy eladnám-e, hát szó nincs róla. Tehát ezt, amíg én élek, ha valami nagy dolog nem történik, hogy kell a pénz, addig én ezeket a motorokat nem adom el. Tehát ezek nekem olyan, annyira hozzám nőtek, hogy eszembe sincsen, hogy eladjam. És oldtimer, veterán szinten melyik a legkülönlegesebb, amit elismernek? Hát menni öregebb, ugye, annál érdekesebb, és nem biztos, hogy értékes, mert ugye a Puch az csak 250-es, tehát az a kis hengerűrtartalmú motorok kevésbé értékesek, ha csak nem valami 1905-ös gyártmány, ugye, mert akkor az nagyon értékes, de azonos évjáratokban a nagy hengerűrtartalom általában értékesebb. Na most ehhez még hozzájön az, hogy ugye itt Európában a BMW az úgy mindent ver, meg a Zündapp, tehát a két német nagymárka az úgy mindent ver, úgyhogy tehát ugye menni nagyobb a lökett térfogat, a hengerűrtartalom, annál nagyobb becsbe van tartva, de mint különlegesség a Puch maga nemében is egy nagyon különleges motor. Tehát ugye annak idején elsoroltam én, hogy milyen érdekes dolgok vannak annál a motornál, lehet, hogy az a legkülönlegesebb. De ez például már rendszámmal is rendelkezik, ezen tudsz közúton is közlekedni, és hát nemzetközi oldtimer minősítése igen, van? Igen. Ezt nem lehetett könnyű megszerezni? Hát nem is volt nehéz, elárulom, mert ugye mindene jó. Tehát most ennek még az a különlegesség, hogy még a fékjei is jók. Tehát ennek működik a világítása, jók a fékek rajta, tehát ez egy motorozható motorkerékpár.
Ugye, tehát még a BMW, az egyhengeres BMW, az a magyar, rossz magyar utakon nehezen motorozható. Tehát ugye nem is tudom, hogy tudtak motorozni vele a régi makadám utakon, pedig motoroztak vele, úgyhogy el vagyunk kényeztetve. Igen, tehát ez vizsgázott, ez levizsgázott, úgyhogy ez rendszámos, 5 évig érvényes műszaki van rajta, úgyhogy ezzel motorozom is néha-néha, nem mondom, hogy sokat most már, agyon van strapálva, mert 200 kilométer van benne. Én kérdezni akartam, hogy mi volt a cél a rendszámmal, hogy újra fölpattansz és túrázol majd vele? Hát túrázni nem valószínű, tehát abból már lehet, hogy kicsit kinőttem, de a feleségem szavait idézem, hogy elmész, megsétáltatod. Hát igen, fölülök rá, vagy elmegyek valamelyik kollega barátot meglátogatni, vagy éppen egy 10-20 kilométert kicsit kiszellőztetem, és akkor újra beteszem a csatasorba. És ott állnak bársonyzsákba többiek is. Igen, és akkor amikor kimegyek hozzájuk, akkor feleségem mondja, hogy mész beszélgetni. Úgyhogy nem szégyellem, de hát ez így van egyébként. Gondolom azért megnéznek az utcán, hogyha elmész valamára. Integetnek, dudálnak, mutatják. Igen. Itt a műhelyedben leginkább ugye modern motorokkal foglalkozol. Igen. Ez nem lelkitörés, hogy egy ilyen komoly gép után a mai kicsit silányabb technikával kell foglalkozni? Lesz ezekből valaha veterán motor? Hát biztos, hogy lesz, és én ugye nagyon jól óra tettem, amikor a Simpsonokkal elkezdtem foglalkozni nagyon mélységben, tehát nagyon, nagyon aprólékosan kezdtem, tehát ugye minden részét tövéről hegyére megismerni, és minden részét javítani tudjuk, és a Simpson ennek az utódja. A Simpsonok reneszánszukat élik, legjobban tartja az árát a Simpson, a két üteműre gondolok, mert van négy ütemű Simpson is, de az is, egyébként a négy ütemű Simpson is, az is nagyon jól tartja az árát, és nagyon szeretik a németek. Ötössével, tízessével hordják ki Németországba, és vásárolják fel a Simpsonokat, ugyanis Simpsonból amennyi készült, annyi fog maradni az utókornak. Nincs már utángyártás, alkatrész utángyártás van, de motorkerékpárgyártás nincs, és örülök neki, hogy annak idején én ezzel ilyen komolyan foglalkoztam a Simpsonnal, mert bizony ma is nem azt mondom, hogy a Simpsonból élünk, de a bevételnek a felét igencsak a Simpson javítás, átalakítás, mindenféle munka, a villamosságtól kezdve csak fényezést, krómozást nem vállalunk, minden mást, és alkatrész meg minden, hozzá, minden van hozzá, tehát az utolsó alátétig mindent tudunk adni, és amikor javítjuk, akkor sincs gond, nem kell autóba ülni, futkosni alkatrész után, oda nyúlunk, kivesszük a fiókból, és halad. Tehát akkor a tábori tuning, az most reneszánszát éli? Mondhatjuk azt is. Szóval a Simpson, azt kérdezted, hogy a maiakból lesz-e veterán motor, biztos, hogy lesz, mert már is oda vannak érte a Simpsonokért, és újítják fel. Itt 500 ezer forintokat emlegetnek már, hogy egy nagyon szépen felújított Simpson 500 ezer forintért elmegy, eladják, kiviszik a németekhez, ott még többet adnak érte. Tehát a németek akkor akinek egy... van, az most igen. Nagyon jó járt vele. A németek egyébként nagyon szeretik, ami eredeti még. Tehát megőrülnek, ha ilyen 200-300 kilométeres Simpsont valaki a Mariska nénitől meg tud venni, mert a papa meghalt, és a szobába valahol őrizték, és az olyan patika állapotban van. Ilyenért a német megőrül. Nem sokára ugye közeledik a karácsony. Te ilyenkor mit szokták kérni a családtól? Hát igen. Nem alkatrészt, vagy ilyen jellegű dolgot nem. Mert csak azért kérdezem, mert itt áll egy következő motorváz a műhelyben, ami szintén felújításra vár. Igen, hát ezt ugye nem a családtól kérem, mert ugye a családom többi tagja ezt nem tudja eldönteni, hogy nekem ez lenne az értékesebb, meg ajándéknak túl drága. Hát én a karácsonyra a szokmányos ajándékokat szoktam kapni, amit általában bárki, férj, apuka, vagy éppen nagypapa
kap, úgyhogy köze nincs a Simpsonhoz, esetleg katalógus, ilyesmi, tehát az már, olyat már kaptam. 70. születésnapomra például kaptam 2-3 ilyen katalógust, tehát ilyesmi előfordul. Úgyhogy én nekem elég az, hogyha megkapom a nyugalmat, tehát hogy nem háborgat érte a feleségem, hogy miért költöttél rá ennyit vagy annyit, minek kellett ez vagy az, tehát ilyen szóba se kerül mi nálunk, úgyhogy. Ők nagyon-nagyon jól tolerálják a te hobbidat, mert hát tulajdonképpen ez egy, hát nem is tudom, minek nevezzük, egy óriási meg kötöttség. Meg ezt a rengeteg időtöltést, amit én ezekkel töltök. Tehát most ugye a lakás, odahaza minden rendben van. Tehát ott nekem nem kell csempézni, nem kell fürdőkádat cserélni, nem kell semmit csinálni. Felszabadul ez az idő, és akkor ezt én teljes válszélességgel csinálom. Tehát az üzlet az mindenek előtt, és ebben nekem óriási segítségem van, hogy a feleségem ezt teljes mértékben tolerálja. A restaurálásban a fiat segít neked? Természetesen, persze. Tehát ő ugye itt a kereskedelmi igazgató a nagy cégünkben, úgyhogy ő keres alkatrészeket, telefonálgat, innen kér árajánlatot, onnan kér árajánlatot. Itt ugyan nagyon nagy választék nincs, tehát ez inkább, amit most mondtam, arra vonatkozik az itteni alkatrészeknek a beszerzésére, ez az ő dolga, de itt nem arról, mint például a gumikat ugye ő szerezte erre. Hát ő kinézi, kinél, milyen márka van, melyik felel meg nekem, hol mennyi az ára, és akkor ugye így kerül megvételre. És neki megengedett, hogy felüljön például erre a motor? Még nem ment vele. Még nem ment vele, képzeld el, nem ment vele, igen, de hát persze, ugye van neki nagy motor jogsia, tehát igen. Ő kevésbé élhal a motorért, de szeret motorozni, csak most már, ahogy ő is ugye elmúlt 50 éves, tehát már most kevésbé ilyen fiatalos, hogy motorozni is gyerünk és hagy szóljon. És az unokák? Hát az unoka, ugye van egy lányunokám, ő neki már van jogosítványa, ilyen szempontból már tud vezetni, nem motorkerékpár, gépkocsira, autóra. A fiúcska, aki 19 éves, ő meg éppen most jár vezetni. Úgyhogy ennyire autósok, motorosok. A fiúcska ügyeskezű, nagyon ügyeskezű gyerek, a Benji, és most még ő a biciklinél tart. Tehát a biciklibe bele van őrülve, azt hetente szedi, szét, rakja, alakítja, újat csinál, zománcoztat, vázat vesz, nullából biciklit csinál, kereket fűz, de még a biciklinél tart, tehát őt még nem kapta el, ő még nincs beoltva benzinnel. De szerintem be lesz. Hát jó lenne, igen. Beszéljünk akkor a következő tervedről, itt áll már a váza egy motornak. Igen. Mi lesz ez? Hát ez egy... Ennek a BMW sorozatnak, ennek a boxeros sorozatnak, amit igazán veterán motornak tartanak ezek a boxerek, ezeknek a utolsó mohikánja ez a típusú motor. Ezt tartják a leghasználhatóbbnak, ezt a motort, közúti használatra leghasználhatóbbnak, mert majdnem azt mondtam, hogy értékesebbnek, de nem ez a legértékesebb, mert a legértékesebb a nagyon régi laprugós BMW boxerosba, tehát maradjunk a boxernál, mert ugye a boxer motor az, amelyik hengerei vízszintesen vannak, és a dugattyúk vízszintesen mozognak, hogy érthető legyen. Azért mondtam ezt el. Tehát ennek a sorozatnak ez az utolsó olyan darabja, amilyen meg vannak őrülve az emberek. Ez egy 1966-os gyártású R69S, tehát ez a sportváltozat, ez egy ilyen emelt teljesítményű, emelt kompresszió viszonnyal. Tehát ebből az lesz, hát ugye ilyen állapotban van már kosárban ez is, úgyhogy ebből lesz a következő BMW. Nem sokára 76 éves leszel, meddig akarsz még motorozni? Hát igen. Erről már beszéltünk, és számolgattunk már, azt hiszem pont te veled, hogyha akkor voltam
hogy is volt az? 69. 70 éves, hogy ahogy látom a jobb kondiba lévő kollégákat, barátokat, hát esetleg 85, esetleg. De az már nagyon nagy ajándék lenne, ha 85 éves korban is még mernék felelősséggel ülni, és mernék motorozni. Hát a 80 azért az karnyújtásnyira van. Tehát mire ez elkészül, mondjuk ha ez is két év, még nem tudjuk, hogy két év lesz-e, akkor már ugye én leszek 78, tehát már nincs messze a 80, úgyhogy hát ezzel okvetlenül, tehát ez eszembe se jut, hogy én ezzel nem motorozzak. Kíváncsian várom, hogy milyen lesz, remélem, hogy meg tudjuk majd nézni. Én jó egészséget kívánok neked, és azt, hogy ne álljál meg ezzel a motorral, jöjjünk még többször ide hozzád. Hát nagyon köszönöm, jó lenne, hogyha ez beválna, ez a jó kívánság. Örömmel várlak benneteket. Köszönjük szépen. Következő alkalommal is.